Az áprilisi EB győzelem után a 80 kg-ban birkózó magyar kiválóság Bácsi Péter a Taskenti világbajnokságon sem adta az aranynál alább, ezzel megszerezte első VB érmét, rögtön a legfényesebből. A két lőrinc fivér bronzig jutott, Péter már itthon. Gratulálunk neki, és ön is az élménybe számoló a vendégünk. Szia, jó reggelt! Kíván. Jó reggelt, a köszönöm hát, szépen! Igen, főleg az utazás miatt, illetve hát ez a verseny fáradalmai azért, azért most érezhetőek. Ebbe azért most már több az utazási fáradalom, igaz? Nem, hát most jelenleg igen, az elég hosszúra sikeredett. E, már nagyon hiányzott ez a világbajnoki cím? Hát ez már jó ideje terve van, hogy tényleg egy világbajnoki érmet e, sikerüljön szereznem. Hát most már tényleg azért kivártam, de most szerencsére ez tényleg aranyére össze, úgyhogy most már ez is bennem van. Ne a lészel, a légy szerint mennyi ebbe a szerencse? Biztos, hogy van benne szerencse is, de tényleg nagyon minden összejött. Tehát ugye jól sikerült a felkészülésem, kedvező sorsolásom volt, úgyhogy, és jó formában voltam. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy inkább ennek köszönhető, mint a szerencsének, de, de azért nyilván annak is van neki szerepe. Nézzük először azt, hogy súlycsoportilag mi az, ami most kedvező lehetett neked, tehát ebben a súlycsoport kérdésben, hogy fordultak a dolgok. Igen, ha ebből a szempontból nézzük egyébként szerencsé, hogy bevezették ezt a 80 kilót, ugye korábban én 74 kilóba versenyeztem, az már egy kicsit sok volt nekem, tehát nagyon sokat kellett fogynom. Most, hogy bevezették ezt a 80 kilót, ez nekem nagyon fekszik, tehát itt egy ilyen 4, maximum 5 kilós olyan gyakorlatilag súlyrendezés, nem is fogyásnak nevezem, amit, amit most végig kell csinálnom, és sokkal sokkal nyugodtabban tudom végigcsinálni a felkészülést, és talán ez is érezhető, és talán ennek is köszönhető, hogy idén az RB-t, e meg a WB-t is sikerült megnyernem. Uh -huh. Tehát, hogy egyszerűen az, az, ami előtt azért energiát vett el tőled, meg sokszor akár idegesé is tett, az akkor most így egy csapásra eltűnt. Lényegében igen, mondhatjuk ezt tényleg, hogy azért egy diéta alatt, vagy inkább más fogyásnak nevezném azért, tényleg komoly stressz helyzet van, tehát minden edzést úgy kezdeni, hogy, hogy a mérlegre állni, a végén azt, hogy a mérlegre állni, az összes étkezésnél az, hogy szinte gramra, dekára pontosan kiszámolni azt, hogy mennyi tehetek, ha esetleg nem úgy van a súlyom, akkor már egy picit úgy idegeskedik az ember. Most ezektől megszabadultam, és ez tényleg egy könnyedsége. Fogalmazhatunk talán úgy is, hogyha ezt az évet nézzük, hogy a Nemzetközi Szövetség bevezette az úgynevezett bácsi súlycsoportot. Igen, ez jól hangzik. Hát minden esetre az eredmények azt mutatják. Az előjelek, ha az ebét nézzük, akkor jók voltak. Jónak is érezted az előjeleket? hát a felkészülés során azért voltak ilyen kisebb megingásaim, amikor úgy éreztem, hogy nem vagyok a legjobb formában. Hát egy picit ilyen hullámzó volt, de úgy éreztem, hogy végig mindent hozzátettem, mert ennek ellenére nem mindig jött ki úgy a lépés, volt, amikor nem úgy ment az edzés, ahogy szerettem volna, de ez valamilyen szinten természetes, csak nyilván az ember ezt nehezen fogadja el, és ilyenkor egy kicsit így, nem tudom, így maga alatt van, de szerencsére mindig sikerült kilábalnom, és tényleg így a, a VB napján meg annyira, annyira jól éreztem magam, hogy tényleg semmi probléma nem volt. Tehát akkor már Taskentba jó és egy pont felfelé tartó hullámon sikerült elutaznod. Így van, tehát tényleg az utolsó, még a súlyom is olyan kedvezően alakult, hogy tényleg amikor kiértünk volt két kilom, két igazából ilyen egyszerűbb mozgás, ezt le tudtam adni. Tehát tényleg, tényleg nagyon jól alakultak a dolgok. Mivel láttad a sorsolást, és aztán elindultak a, a, a mérkőzések, és hogyha számszerűen nézzük, 8-0, 6-3, 4-0, akkor hát igazából 10-2, igazából számszerűen, viszonylag könnyen jutottál a döntőig, na de hát azért nézzünk egy kicsit mögé ezeknek a mérkőzéseknek. Igen, tud, azzal kezdeném, hogy nem láttam a sorsolást, mert igazából úgy vagyok vele mindig, hogy tehát az első a mérés, aztán Aha. utána a regenerálódás, másnap meg az első meccs. És igazából a többivel én nem foglalkozom azt gondolom, hogy teljesen A Te sem. nem foglalkozom. Nem foglalkozom. a meccseket sem nagyon szoktam nézni, mert, mert nincs értelme. Tehát mindig a következő meccse, a soron a következő meccsre kell koncentrálni. Fölösleges, hogy én mondjuk reggel én már levezetem a döntőig a mérkőzéseket, mert itt is volt nagyon sok példa arra, hogy olyan meglepetések voltak, akire, amire senki nem számított. Az eredményekre meg visszatérve, valóban viszonylag simának tűnő meccsek voltak, és Hát mondhatom, hogy minden úgy alakult, ahogy én, én szerettem volna, és ez igaz az első meccs, és egészen a döntőre is. Nyilván a döntő ez egy jóval nehezebb meccs volt, ott már fokozott tét miatt is, de tényleg végig azt lehet mondani, hogy az történt, amit én szerettem volna. Egy-két apró megingás volt az egész verseny során, de, de, egyébként tényleg ez külön öröm, hogy, hogy végig tudtam irányítani a mérkőzéseknek a kimenetelét. Ez valószínűleg a tökéletes sikerült koncentráció miatt lehetett így? Az biztos, hogy nagyon sokat fordítottam most erre energiát, ugye a mentális felkészülésre. Nehéz megmondani, hogy most pontosan mit tényleg minden egybe volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez is kellett hozzá. Ha azt mondod, hogy te nem szoktad figyelni a többi meccset, meg nem foglalkozol a sorsolással, ellenben mi van a fejedbe ilyenkor egy-egy ellenférről? Hát az ellenfeleknek azért egy jelentős részét a különféle versenyekről ismered. Igen, hát a következő meccset azért meg szoktam nézni, tehát hogyha általában uh -huh. ugye ilyenkor az van, hogy vagy az előttem lévővel, aki előttem birkozik, azzal a következek, vagy az utánam lévővel. Most itt egy picit volt kavarodás egyébként, pont is Truhász is beszéltük, hogy nem nagyon értettük, hogy mi szerint jöttek a szőnyegen a meccsek, de nagyjából tudtam, hogy mindig, hogy ki a következő. Tehát arra koncentráltam, aznak a meccsét megnéztem, illetve azért a mezőnek a, a, nagy részét ismertem. Tehát most, akikkel bírkoztam, egyedül az első ellenfelem volt az, akiről nem tudtam semmit de ugye nem is volt egy annyira erős ellenfél, ennek ellenére ugye úgy nagyon komolyan kellett vennem, de szerencsére az tényleg egy, egy nagyon könnyed győzelem volt. És akkor utána, amikor megérkezik az, a következő ellenfeled, és hát ismered a különféle versenyekről, akkor ilyenkor azért egy, -egy rövid instrukciót te kapsz a, a mestertől? Persze, amikor félszavakból kell érteni, érteni e egymást. E ez szó szerint így van, uh -huh. tényleg félszavakból. A másik ilyen... ugye, meg az, hogy hogyan birkózzál most? Így van, így van. Tehát egy, van egy erőzés, tényleg egy pár mondatban megbeszéljük, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mi az, ami, amit csinálni kell, és tényleg ez szerint kell birkózni. Tehát itt már nagyon nem kell túl bonyolítani, nem kell nagy taktikai csatát itt lebonyolítani a, a meccs előtt. Na, de akkor nézzük a döntőt. Arra mi volt az elképzelésetek? Ugye az orosz ellenfél, az korábban azt néztem, mert ugye már az érdekelt, hogy ki lesz az ellenfélem és láttam, azt hiszem három, igen, három meccsét, és láttam, hogy egyrészt egy már is vele korábban, akkor egyébként kikaptam tőle, és pont akkor is úgy kaptam, hogy ilyen kontra akcióból, tehát igazából én támadtam le, és ő az volt az, aki megkontrázott, és abból kaptam ki, és így a, a verseny során így többször is láttam, hogy ugyanez volt, hogy inkább ezekre a kontra akciókra uh -huh. épített. Egyébként egy nagyon technikás versenyző, de már nem is tudom, vagy négy éve nem is nagyon láttam se versenyen. Most az idén tűnt fel, hogy ennek is gondolom ez a, ez a súly probléma volt, és most ez a 80 kg a, ö, idén nyert a pitlasinszka emlékverseny, tehát látszólag hogy jó formában van. Tehát az volt a legfontosabb a török... talán, hogy Szajév ne tudjon előnyhöz jutni ne kelljen elkezdeni Az első és az volt, hogy az első percekben ne tudjon előnyt szerezni. Ugye nyilván, amikor szárazabb az ember, akkor könnyebb akciót csinálni, az volt a taktika, hogy egy kicsit szétmozgatni, és ez be is vált, mert ugye őt intették először, aztán ugye van egy úgymond ilyen kényszeres visszaintés, mert hát tényleg annyira egyformák voltunk, hogy ilyenkor, ilyenkor visszaintenek, és a lenti szituációban az volt a szerencsém, hogy ugyan megpörgetett, de meg tudtam kontezni, ezt bele tudtam fogni, és egy egyen látunk fel, ami tulajdonképpen egy X eredmény igazából neki kedvezett, mert ugye a szabály szerint ez neki volt jó, de majdnem ugyanolyan volt, mintha 0-0 lett volna. És akkor még állásból egyszer ki tudtam tolni, és onnantól kezdve tényleg már, már csak az volt a taktika, hogy szétmozgatni és arra figyelni, hogy hogy ne tudjon akciót csinálni, és ez szerencsére ez sikerült is. <tisa> Összegész szében volt ezen a mérkőzésen nehéz pillanatod, vagy ott is azt érezted, hogy vagy ez végig kézben van, tehát hogy belül a mérkőzésben? Hát a mérkőzés első fele volt az, ami, ami úgymond nagyon nehéz volt, tehát tényleg annyira kellett koncentrálni, és mondtam, hogy itt a lenti szituáció után, miután fölálltunk, meg tudtam csinálni ezt az egypontos hát, kitolást, igazából nem akciónak nevezném, mert ez tényleg egy ilyen, ilyen derékre egy kitolás volt, és onnantól kezdve éreztem, hogy már megfáradt, és nem, nem is nagyon éreztem rajta, hogy ő képes lenne akciót csinálni. Uh -huh, és akkor végig az. És így van, ott már tényleg az volt, hogy csak menjek előre, és hogy nehogy az legyen, hogy esetleg visszaintenek és hát jól alakult, mert ugye a bírók most nem szóltak be, tehát ugye, mint mondjuk Azerbajdzsánban idén volt egy verseny, ahol, ahol erősen ugye beleszóltak a, a, a a, bírók, most szerencsére itt nem volt ilyen, tehát végig mentem előre, és ezt ugye díjazták is a bírók, és nem, nem Tehát intettem. jó is nívós bíráskodás el lehet mondani. Én azt az gondolom, hogy az, az, arany... az egész versenyre most jellemző volt, tehát mi korábban azért nagyon sok hát nevezük bírói hibának, hogy most a szándékos vagy, vagy egyszerűen ilyen, ilyen, gyenge színvonalú bírók voltak, most azt gondolom, hogy azért jobb volt a bíráskodás, jobb volt az átlagnál. Péter, hogyan értékelted és értékeltétek a csapat szereplését, a többieket? Én azt gondolom, hogy ma, inkább el. most csak a kötött fogásról beszélnek, ugye Igen. a lányokat, meg a, a fogást, ezt ö, nem láttam. Sajnos ugye, én vártam tőlük is azért, mert bennük volt, sajnos nekik nem jött össze. Én azt gondolom, hogy egyébként a kötött fogási csapat jól teljesített. Ö, ha mondhatom, azt van bennem egy kis hiányérzet a Lőrinc révén, aki én azt gondolom, hogy az egész verseny során az egész mezőn nézik, akkor is egy kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ennek ellenére ugye úgymond csak bronzérmet szerzett. Az elődöntőben az iráni ellen volt egy olyan szerencsétlen szituáció, ahol, ahol ugye ő kellett volna, hogy jól hogy kijöjjön egy ö, akcióból, de az iráni kapott egy pontot, mert pont a, a, a Tomi kilépett, és ezen múlt gyakorlatilag szerintem a világbajnoki címe. Neked most hogyan tovább? Egy darabig azért üldögélsz a, a, a látható Babér <laughs> Hát hosszú időm nincsen rá, most elég sok mindent így félre kellett tennem a, a felkészülés miatt, és ezeket próbálom most bepótolni, amik, amik így elmaradtak eddig. Hát ugye kezdődnek a csapatbajnoki fordulók, azokra is most már fel kell készülni, tehát azokat sem szabad félváron venni, mert mert egy hát, sérülés nem lenne jó egy picit szeretnék pihenni, de most egyenlőre megmondom, hogy nem látom még, hogy mikor, bízom benne, hogy most azért egy pár héten belül eljutott tényleg egy pár nap ilyen teljes kikapcsolódással. Uh -huh. És aztán utána gyerünk előre a... Az igazi nagy cél felé, igaz? Így van, hát ö, a jövő év az egy ilyen nagyon speciális év lesz, ugye eddig mindig úgy volt, hogy a tavasszal volt az Európa-bajnokság, most ez elmarad, egy európai játékok lesz majd ugye Azerbajcsánkban, ahol a birkozás is a programon van, ö, ott ugye 80 kiló nem szerepel, úgyhogy elsődleges cél ugye a világbajnokság lesz, ezt majd meg kell beszélnem a, a vezetőkkel, meg az edzőkkel, hogy hogyan is lesz a jövő év. Az a most ne törd magad ünnepeljél. Még egyszer gratulálom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.